Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és ez egy ilyen reggeli vlog-szerű valami is igazából. Azért csinálom, mert nagyon-nagyon régen, meg mostanában így kicsit össze-vissza jelentkezek a streamekkel, és megmondom őszintén, ezt már többször említettem, de zavar engemet is. És az utóbbi időben agyalok rajta, hogy mit, hogy merre lehetne kezdeni, illetve hogyan tudnék nektek tartalmat adni, mert jó páran kérdeztétek, hogy mégis mi a helyzet, és miért nincsenek streamek, vagy ebből lesz a stream, abból lesz a stream. Na már most konkrétan szerintem a számítógépemet egy hete nem láttam. Annyi elfoglaltság van, jobbra-balra rohangálunk, kerti munkák, ugye itt a tavasz, itt a jó idő, azért az is rengeteg időt elvisz, valamint ugye azért dolgozok. Meg vannak egyéb projektek is. Első ilyen projekt, amiről szeretnék beszélni nektek, az a Trains katalóg, vagyis a blog. Mostanában, hát most már szerintem 2-3 hete így nyilvánosan nem nagyon írtam bele, amit észrevehettetek, viszont a teljes rendszer összeállt időközben a háttérben, amennyit lehet mobilról farigcsálok folyamatosan, amikor éppen van 2 perc szabad időm, akkor általában azt faragom, és azt kell, hogy mondjam, hogy végre végeztem. Úgyhogy innentől ismételtem beindul majd a blog. Tudom, ezt már mondtam egy párszor, de mindig van valami elvetemült ötletem, mint például ez az industrial átalakítás, ugye ugyanilyen módszerre át lesz alakítva a teherkocsik, és a kettő össze lesz fésülve, hogy az egyik rakodik, a másik meg fogyasztja, és az egyiket hol lehet rakodni, a másikat meg hol lehet leüríteni. Tehát ugye ilyen teljes komplex rendszer lesz, már persze amelyik termékhez tartozik kocsi, vagy éppenséggel rakodó, és így ilyen szempontból ugye kérdeztétek, mit tudom én, valamelyik árucikk révén éppen, hogy miért nincsen az adott kocsihoz rakodóhely? Hát azért, mert valaki még nem csinált megfelelő termelőt hozzá, tehát ilyen industrit, és hát így ennek ez az oka. De adott a lehetőség, hogyha valaki talál ilyesmi helyet, ahol éppen nincsen industri, mit tudom én, nem lehet vasércet szállítani valamilyen kocsival, és éppen talál egy vasércet szállító kocsit, most mondtam egy példát, hirtelen egyébben nem tudom, az a közel 500 árucikből melyik az, amihez van kocsi, vagy nincs kocsi, vagy melyik kocsihoz nincsen termelőhely, vagy fogyasztóhely. Ha valamelyik ilyesmivel találkoztok, és tudtok hozzá kocsit, vagy éppen termelőhelyet, akkor nyugodtan küldjétek el a linkjét, és azonnal megírom. Másik szisztéma a bloggal, nagyon-nagyon-nagyon észrevettem azt, hogy hát, és igazából nem észrevettem, hanem tény, hogy nagyon nem haladok a weboldalak feldolgozásával, és most egy picit ezen szeretnék majd változtatni, és sok olyan poszt lesz, hogy tényleg elkezdem csak úgy randomra kiszórni, mert szeretnék most már jó egy-két trends oldalt úgymond 100%-osan feldolgozni, tehát valószínű, hogy a közeljövőben rengeteg szempléres poszt lesz, tehát szemplérnek szeretném mindenképpen feldolgozni az oldalát, a trendsartnak szeretném feldolgozni az oldalát 100%-ba, a trends.pl-t fel kéne dolgozni 100%-ba, és maga az orosz kiegészítőket mindenképpen szeretném feldolgozni. A másik projekt, amit viszont el szeretnék kezdeni, az valamilyen szinten összerakni a pályákat. Ezen még nagyon-nagyon gondolkodom, hogy hogyan és miképpen. Tehát most már azért a trainshez elérhető egy olyan pár ezer pálya, és megvárom, amíg a vonat elmegy, majd mindjárt erről is beszélek. Mindjárt erről is beszélek, hogy mit keresek én kora reggel hajnali fél hétkor a vasúton. A Trains most már azért egy pár ezer pálya elérhető, ebből van jó egy pár száz, jó egy pár ezer, ami nagyon igényes, nagyon szépen megcsinált, lehet, hogy brutális nagy is, tehát találkoztam nagyon-nagyon nagyokkal is már, valami csak két terepkockás, valami egy terepkockás, de mindenképpen nagyon feelingesek, nagyon szépen élvezhetőek, és az az igazság, hogy ehhez rengeteg kiegészítő kell, és még nem tudom jelen pillanatban hogyan és miképpen fogom megoldani azt, hogy egy adott pályához kilistázom az összes kiegészítőt. Ugye maga a katalógon már vannak fenn pályák, amiket megtaláltok például DLS-en, vagy itt-ott-ott,
de azok olyan pályák, amihez nem kell sok kiegészítő. Na már most vannak olyan lengyel pályák viszont, amihez ilyen 1000-1200 kiegészítőt le kéne tölteni, és hát azért azt meg kell hagyni, hogy az brutális hosszú ciklenne. És nem biztos, hogy mindenki azt akarná olvasgatni, meg tanulmányozgatni. Tehát ilyen szempontból nagyon gondolkodok még, hogy az hogy lehetne megoldani. De tulajdonképpen a blogról ennyit is. És összességében mit keresek a vasúton? Kora reggel, szombat hajnalban, nektek hosszú hétvége, nekem munka után van. Én most végeztem reggel 6-kor a munkába, és múltkor már volt egy ilyen alkalom, hogy munka után kértem a vasúton nagyon egyszerűen videózni az elhaladó vonatokat. És ezzel kapcsolatban indítottam is egy YouTube csatornát 4K Train Videos néven. Na már most elméletileg 4K-ba veszem fel, mert a telefonom egy Huawei Mate 10 Pro képes 4K-ba felvenni. Elméletileg. Ezt a YouTube nem hajlandó elismerni, úgyhogy csak 1080p-be rakja fel a videókat. Lehet, hogy valami beállítás para és a 4K-hoz valami egyéb más kell. Ezt nem tudom, ennek még utána kell néznem. Viszont annak ellenére csinálgatom, és egy olyan plusz extra van benne, amit eddig még nem láttam senkinél, hogy mit tudom, valami egy adott mozdony, mit tudom én, a V43-1102-es szili, vagy most már ugye csak simán 112-es, ha jól tudom az új számozást, ezzel annyira nem vagyok tisztában, és olyan szinten meg vagyok keveredve, még így évek után is, hogy éppen most melyiknek mi a száma, hogy az hihetetlen, és utána minden egyes vagont összeírni. Tehát ilyen szempontból nagyon korrekt és nagyon pontos összeállítást fogtok kapni, például tehervonatokról. És ez a tervem, ez a projekt azért született, mert szeretnék majd a trainsben, streamekben valós tehervonatokat leszimulálni. Tehát van egy 30 kocsis tehervonat, vagy legyen 20 kocsis, vagy fogalmam sincs hány kocsis, és az ugyanúgy, mint a valóságban, ugyanazzal a szerelvény összeállítással leközlekedtetni, csak ugye a saját pályámon, nem pedig, mint tudom én, Győr-Budapest vonalom. És ennek köszönhetően így most elkezdtem ezt a YouTube csatornát. Jelen pillanatban van fenn 7-8 videó, még nincsenek összeírva alájuk a kocsi összeállítások. Ez szerintem még most a héten, tehát ma vagy holnap pótolni fogom. De egyébként már egy blogpostban, a fotós blogomon már össze van írva, tehát tulajdonképpen egy sima copypastét kell csinálnom, és készen van, csak az mobilról nem a legegyszerűbb. És emiatt ismételten gép elé kéne keverednem. Valójában ezért nincsen meg ez az egész projekt. Szóval, hogyha érdekel titeket maga ez az egész, akkor nyugodtan keressetek rá a csatornára, de valószínűleg úgy is beteszem itt a videó alatt linkbe, és akkor megtaláljátok. Nagy extrának tényleg nem kell számítani, aki szereti a vonatokat, annak érdekes lehet. Videókon annyi fog látszódni, hogy jön a vonat, aztán megy a vonat. Tehát ilyen szempontból nem túl érdekes az átlag emberek számára, viszont egy nagyon konkrét adatbázis fog belőle kiépülni. Egy az egyben ugye a videókkal és az adatokkal, és az idei célom az, hogy egész sokat vagyok éjszakás, a műszakrendemből adódólag, hogy minden éjszakás után így kora reggel 1-1,5 órát kijönni ide videózni, már amennyire a mobilom aksia fogja engedni, nem vagyok benne biztos, hogy minden nap, minden éjszakás után ki tudok jönni 100%-ig feltöltött mobillal, attól függéppen milyen éjszakánk van, és utána egy ilyen másfél órát videózgatni. Mivel korlátlan mobil internetem van, emiatt egyből, ahogy elkészül a videó, leállítom, azonnal fel is töltöm YouTube-ra. Ott ilyen szempontból tehát lesznek olyan napok egymás után 4-5 sokszor, amikor kora reggeli órákban, hogyha feliratkoztok a csatornára, akár 7-8-9-10 videó is lesz. Tényleg ezek ilyen pár másodpercesek, tehát átlagban egy szerelvény elhaladása olyan 20 másodpercre lehet mondani, a tehervonat oké is megvan 40 másodperc alatt. De akkor is egy ilyen adatbázis fog felépülni belőle. És ahogy néztem az első nap eredményeit, ami fenn van YouTube-on, valamilyen szinten azért erre van igény, tehát így közel
összességében egy 500-an tekintettétek meg a videókat. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és üdvözlök innen mindenkit, és lássuk akkor, milyen lesz a mai nap. Legyen szép napotok, jó hétvégétek, kívánok mindenkinek a jó hosszú hétvégére jó pihenést. Ilyen vloggal legközelebb holnap reggel jelentkezem, hogy legyen valami tartalom is a csatornán. Vigyázzatok magatokra, én Gumiapó voltam. Sziasztok!